korszerűsítés. 740 millió forintból újult meg a mozgássérült emberek rehabilitációs központja. Egy X és más semmi. Néhány napig még kérhető, hogy az adóhatóság készítse el a bevallást. Fellázadt játékszerek, Galambos Tamás képei a Hegyvidék Galériában. A Budai Híradót látják, köszöntöm Önöket! Több mint 740 millió forintból újult meg a mozgássérült emberek rehabilitációs központja. Nem csak az épületek szigetelését végezték el, de kicserélték a nyílászárókat és napkollektorokat is felszereltek. A fejlesztéssel jelentős energiamegtakarítás érhető el, vagyis csökkennek az intézmény fenntartási költségei. Napkollektorok a tetőn, új nyílászárók és távvezérelt árnyékoló rendszer, így néznek ki a mozgássérült emberek rehabilitációs központjának felújított épületei. A 740 millió forintos fejlesztést hétfőn adták át. A szociális szolgáltatások napról napra való megújításának és minőség javításának az ügye, az közös ügy, hogy olyan befektetés minden egyes megújuló négyzetméter vagy egy hőszivattyú, vagy mondhatnám sorba, amely valójában arról szól, hogy mi itt befektetünk a jövőben. A most felszerelt napelemeknek köszönhetően az intézménynek ezután kevesebb áramot kell majd vásárolnia. Emellett a szigetelés megújítása és a vezetékek cseréje is a fenntartási költségek csökkentését szolgálja. A napi dologi szakmai működéshez nekünk minden forrás nagyon fontos. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az intézményünknek a működésében a legjobb lenne, hogyha a legkevesebbet a hezsihe tudnánk fordítani, és közvetlenül a legtöbbet a kliensekhe. Tehát minden ilyen megtakarított forint segíti a szakmai munkánkat. A mozgássérült emberek rehabilitációs központjában több száz ember fejlesztéséről gondoskodnak. Nem is véletlen a motto, hogy semmit rólunk nélkülünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez most megvalósul, és külön öröm olyan projekteket látni, amelyek jó ügyet szolgálnak, és jó emberek vesznek benne részt. A MEREK szakemberei személyre szabott programot dolgoznak ki a kliensek számára. A cél az, hogy a mozgássérült emberek képessé váljanak az önálló életre. Nagyon gyakran az embereket egy baleset után arra is meg kell tanítani, hogy a különböző segédeszközöket, talán a leghétköznapi módon a kerekesszéket hogyan tudja használni, hogyan tud vele az zebrán átmenni, ebben nálunk mind-mind segítséget kap, de abban is, hogy hogyan kell egy albérletet keresni, hogyan kell egy számlát kifizetni, tehát a közlekedéstől az önálló életig. Szabó Zsolt klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár arról beszélt, az elmúlt években számos hasonló korszerűsítés valósult meg, a fejlesztések pedig a következő időszakban is folytatódnak. Épület energetikai stratégiában a kormány letette a voksot amellett, hogy minden évben legalább a középületeinek a 3%-át szeretné felújítani, és ez megfelelő pénzügyi források állnak rendelkezésre az Európai Uniós forrásokon belül. A tervek szerint hamarosan további épületrészek újulnak majd meg a mozgássérült emberek rehabilitációs központjában. Az egyéni adózók az idei évtől kérhetik, hogy helyettük a NAV készítse el az SZIA bevallást, amit a bevallási nyilatkozattal lehet kezdeményezni február 1-jéig. Ehhez csak egy X-et kell írni a munkáltatótól kapott jövedelemigazolásra. Aki nem kéri a hatóság segítségét, annak május 20-áig kell elkészítenie a 2015-ös személyi jövedelemadó bevallását az eddig megszokott módok valamelyikén. Egy X és más semmi. Az egyéni adózók idén először kérhetik, hogy az adóhatóság készítse el SZIA bevallásukat. A NAV szlogenje arra utal, hogy ehhez mindössze egy X-et kell írni a munkáltatótól kapott 2015-ös összesített keresetről szóló igazolás utolsó oldalára. A bevallási nyilatkozatot azok választhatják, akik 2015-ben kizárólag munkáltatójuktól szereztek jövedelmet, nem érvényesítettek kedvezményt, és az SZIA 1+1% kivételével nem rendelkeznek adójukról. Nem tehet a bevallási nyilatkozatot az, aki adókedvezményt kíván igénybe venni, például családi adókedvezményt, vagy önkéntes pénztári nyilatkozatot, nyugdíj előtakarékossági számla, vagy nyugdíjbiztosítási számlára befizetett összeg után kedvezményt szeretne igénybe venni. A NAV-nál azt mondják, mivel 2016-tól több adatot gyűjtenek be a munkáltatóktól, ezért várhatóan jövőre bővülni fog azok köre, akiknek a hatóság készítheti el a bevallását. Idén a becslések szerint mintegy 1,5 millióan fogják kérni ezt a megoldást.
A nyilatkozat leadásának határideje február 1-e, ugyanis január 31-éig minden munkavállalónak meg kell kapnia az előző évi jövedelméről szóló igazolást. Azok az adózók, akik jelenleg nincs munkáltatójuk, azok a 15N31-es nyomtatványon tudják ezt a bevallási nyilatkozatot megtenni, hogy az adóhatóság készítse el a bevallásukat. Ez a nyomtatvány ügyfélkapunk keresztül beküldhető, aki ugye ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik, valamint ügyfélszolgálatainkon ingyenesen hozzájuthat ez a nyomtatványhoz, és rögtön be is adhatja, valamint postán is beküldhető, de ugye ennek a legvégső határideje február 1-e. Ha például egy diák tavaly nyáron 3 hónapot dolgozott, és nincs munkáltatója, de bevallást kell benyújtani a keresetéről, akkor elegendő ezt a nyomtatványt eljuttatni a NAV-hoz. Az adózók idén is kérhetik SZIA bevallásuk elkészítését munkáltatójuktól, de lehetőség van teljes, egyszerűsített és adónyilatkozattal történő bevallásra is. Ezek leadási határideje május 20-a. A letölthető dokumentumok és a legfontosabb határidők megtalálhatók a NAV honlapján. Kismértékben ugyan csökkent a szállópor légszennyezettségi szintje, de továbbra is indokolt a smogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása Budapesten. A főpolgármester ezért arra kéri a fővárosban és az agglomerációban élőket, hogy aki teheti, holnapig még a tömegközlekedést részesítse előnyben. Forgalomba állt az első 2 olyan kombinó, amelyekre telepítették a futár utas tájékoztató rendszert és felszerelték a fedélzeti térfigyelő kamerákat. A kombinókat eredetileg kamera nélkül rendelték meg, azonban később az országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely engedélyezi a kép- és hangfelvételek készítését a közlekedési cégeknek. A térfigyelő kameráktól azt remélik, hogy kevesebb lesz a rongálás és az erőszak a járműveken. A fővárosi közgyűlés szerdai ülésén dönthet az agglomerációs közlekedés kérdésében. Az előterjesztés szerint a szolgáltatást a főváros legkésőbb március 31-éig fenntartja, de ha az átadás átvétel addig nem fejeződik be, akkor a főváros a folyamat lezárultáig, a költségek megtérítése mellett biztosítja az elővárosi személyszállítást. Fellázadt játékszerek címmel látható Galambos Tamás kiállítása a Hegyvidék Galériában. A Magyar Kultúra Napján megnyílt tárlaton 30 év munkáját mutatja be a művész. Álnaív részletekben gazdag képein, többnyire az emberi természet, a történelem, valamint társadalom és politika jelenik meg szarkasztikus ábrázolásmódban. Első pillantásra idilli és naív, de közelebbről határozottan ironikus és társadalomkritikával teli képeket láthat a közönség a Hegyvidék Galériában. A Fellázadt Játékszerek című kiállítás Galambos Tamás Munkácsi díjas festőművész 30 évnyi munkásságát vonultatja fel. Témáimat a napi életből veszem, és próbálok keresni a múltba, a Bibliába megfelelő pontokat, amivel én ki tudnám azt fejezni, a jelent. És hát én ilyen paraszti filozófiával próbálom jóhiszeműen, és nem az embereket megbotránkoztatva vagy kioktatva, de valami módon az igazságról, ami szerintem, mert minden szubjektív, szólni. Galambos Tamás számos egyéni és csoportos kiállításon szerepelt már az elmúlt évtizedekben. Nyár című munkájának részlete pedig szerepel Márquez világhírű regénye, a 100 év magány 100 000-es példányszámban megjelenő angol nyelvű kiadásának borítóján. A művészt a megnyitón Kernecs Gabriela művészettörténész méltatta. Galambos Tamás festészete úgy érzem teljesen egyedülálló a kortárs magyar művészetben. Szemet gyönyörköztető, színpompás mesejáték, átitatva iróniával. Képei mesébe csomagolt keserű igazságok, merész groteszkek is nem ritkán, és nincsenek üdítő önirónia nélkül. Sohasem azt mondják, ilyenek vagytok, hanem azt, ilyenek vagyunk, mi mindnyájan. És sugárzik belőlük nem utolsó sorban valamiféle részvételi szeretet. A kiállítás a Magyar Kultúra Napján január 22-én nyílt meg a közönség előtt.
Fonti Krisztina a polgármester köszöntőjében kiemelte, a 12. kerületben élő művész képein visszaköszönnek a közös nemzeti kulturális értékek. Az alkotásait már többször bemutattuk határainkon túli közönségnek, hiszen 2011-ben az aradi közönség láthatta a négy másik kiváló hegyvidéki művész alkotásaival együtt az ő műveit is, illetve 2012-ben a Lendvai Galéria Múzeumban Hegyvidéki Távlatok címmel nyílt egy kiállítás, ahol 20 hegyvidéki képző és iparművész 60 alkotását mutattuk be, többek között az övéit is. Azonban itt a hegyvidéken ez az első alkalom, hogy önálló kiállítása nyílik. A Fellázadt Játékszerek című kiállítás február 12-ig tekinthető meg a Hegyvidék Galériában. 250-nél is több filmet neveztek be a második magyar filmhétre. A február 1-én kezdődő mustrán számos nagyjátékfilm, dokumentumfilm és animációs film lesz látható. A filmhét célja, hogy a nagyközönség és a szakma képviselői megismerhessék a tavaly bemutatott filmeket. A hivatalos versenyprogramot február 1-én hirdetik ki. Adásunkat az interneten is követhetik honlapunkon, a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!